A Szabadkai és Palicsi temetőkben nyugvó jeles nevezetes személyek sírhelyei című könyv vetítéssel egybekötött bemutatóján megismerhettük a szerzők adatbázis kötetét, amely a város temetőiben nyugvó ismert emberek végső nyughelyeit mutatja be. Műhold koordináták is fotók őrzik a múlt egy-egy darabját, az emlékező nemzedékeket segítve abban, hogy megismerjék a város történetének alakítóit. Valóban titkot rejtenek azért, mert akikre nem emlékszünk, akik régebben haltak meg, vagy kevésbé nevezetes személyek, azokat is rejti, de sajnos sok esetben olyanokat is, akik még a köztudatban élnek, viszont a sírhelyük vagy nincsen megjelölve, vagy az idő elkoptatta és nincsen meg. A kötetet Németh Ferenc művelődés történész és Schilling István nyugalmazott egyetemi tanár méltatta. Mészáros Zoltán történész főlevéltáros Cékus Gézát kérdezte a kötet elkészülésének folyamatáról. Nekem a legérdekesebb az volt, hogy egy természettudós, természettudományos módszerrel, exakt módszerrel, kultúrtörténeti emlékeket örökített meg. Tehát Cékus úr azt csinálta, hogy pontos koordinátákkal megjelölte a Szabadkán, illetve Palicson nyugvó híres magyar emberek sírjait. A kötet külön érdekessége, hogy a síremlékek helyét két módon határozták meg. Így hagyományos térképen, de modern technikai eszközökkel, okostelefonnal vagy navigációs rendszerrel is könnyedén megtalálhatóak.